A gazdasszony mossa a lovát Pali barátommal. Ő kofigolt. Tényleg marha jó idő lett. Nem mondott ilyen meleget ám. 22-t mondott, tehát szerintem meleget. Nem? Hát hogy? Na, elég most már. Hát így tudjuk mosni őket. Hát, meg valamikor gondolkodunk, hogy lemossuk-e, lemossuk. Jó, hát előbb a opának is mondtam, hát azért nem igen, de olyan tényleg marha hirtelen meleg lett. Kihúzom, meg már rövid a szőre. Jól, jó, a Ringo nagyon jó megy, ez meg addig megy, amíg előtte nincs ló a sárga. Elé megy ló, akkor úgy feladja. Nem, akkor úgy fel akarja adni. Hol vagy, drágám? Gyere oda, csinálunk fotót a izével, tesóval. Jó? De menj oda! Na már mindjárt megyünk be, 3 perc múlva megyünk be, kicsi, menj oda tesóhoz. Kinek, opának? Mit? Ja? És opál, drága, párod merre van? Ja, hogy nem itt van, aha. Ja, 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 értem. Na, cica, még az kell. Félre nyert. Majd megyek oda. Gombóc Artúr. Szépek lettek. Nem, azt nem. Jó, oké, leengedheted. Patát légy szíves, kapart ki, jó? István már megint. Hallod? Jó, várjál. Istvánkám, az Isten, várjál. Fogd már meg. Valamerre azt majd halljuk. Az Isten, de úgyhogy leemeld fel egy kicsit, légy szíves. Az Isten tartsa meg a szokásod, ez most már nem is az első. Gyere ki ebbe kicsit a napra, bocsánat, nem ugráltatlak. Ez az! Azt a szentit! Azt a szentit, mi lesz ma este? Nagyon szépen köszönöm, Istvánkám.